Hát szia Zolikám, szia Ágnes, meghívlak egy film, kis filmre, A Trip to Anniversary Mine, ahol gondolom, hogy elég érdekes dolgokat fogok nektek mutatni. Sajnos a hang nem mindenhol jó volt, úgyhogy ki kellett vegyem, és más hangot tegyek be, a kerekek zaja elég nagy. Na hát üdvözöllek Zolikám, itt most megyünk Anniversary Mine-hoz, elhagytuk Lake Las Vegas-t a bal oldalon, most megyünk délfele, és mindjárt itt bemegyünk a Lake Mead Reservation Area, ahol meg kell állni, és nekem van engedélyem, úgyhogy nem kell fizetni semmit. Gondolom, hogy elég érdekes dolgokat fogsz látni, és miután átmegyünk ezen a kapun, akkor majd folytatom a filmet. Előttünk van két autó, úgyhogy kell várni egy pillanatot, amíg ezeket átengedik, és aztán majd következünk mi. Hát minden jót, mindjárt találkozunk megint. Na, csak egy kocsi van előttünk, az mindjárt elmegy. Én kiveszem az engedélyem, megmutatom, és akkor nem kell fizetni. Mennyit is kell fizetni? 16 dollár egy napra. És most mindjárt odaadom a kártyát. Hello, how are you, sir? Thank you, have a nice day. Bye bye. Na, átmentem már a, hogy is mondják, csak egy pillanat, csak még egy pár dolgot el kell rendeznem. Átmentünk a határon, ahogy én szoktam mondani, elég érdekes tájakat fogsz látni. Most a Lake Mead északi oldalán fogunk menni, körülbelül párhuzamosan a Lake Mead-del. Overton fele. Overton az 55 mile, de odáig nem megyek el, hanem csak odáig megyek el, ahol megmutatom neked ezeket a piros hegyeket, vörös hegyeket, amik tulajdonképpen a Valley of Fire-hoz tartoznak. Most itt látszik Lake Las Vegas. Nem tudom, mennyire látszik ebbe a kis kamerába ez a SJ6-os, tehát olyan, mint a te GoPro-d. És most át fogunk menni egy kis patakon, ahol piszkos víz folyik a tó alatt, tehát a Lake Las Vegas tó alatt, és befolyik sajnos a Lake Meadbe. Úgyhogy itt a közelben nem nagyon szoktam én horgászni, mert bizony a halak nem hiszem, hogy nincsenek megfertőzve. Na hát így néz ki a táj, most egyelőre megyünk lefele, amiután átmegyünk egy hídon, amit te már láttál, amikor mutattam azt a Lake Mead filmet, és azután kezdünk kapaszkodni, megyünk felfele, úgy ahogy látod te is a képernyőn, és itt van az a híd, meg a piszkos kis patak, ki is van írva, hogy ne tedd be a kezed a vízben, ne nyom hozzá semmilyen, mert meg van fertőzve. Na hát ez van, megyünk tovább, kezdünk most már kapaszkodni, hogy szoktam én mondani, és megyünk Overton felé. Na hát átmentünk ezen a hídon, ami alatt az a piszkos, fertőzött patak folyik, és kikapcsoltam a mikrofont, tehát lehalkítottam a hangot, mert a kerekek, a gumik, amelyek ilyen terepjáró gumik nagy zajt csinálnak, és sajnos nem hallszik a legjobban. És most a kommentálást így fogom csinálni külön, és most azon gondolkozom, hogy a SJ6-os kamerának tegyek egy olyan kis tölcsért, vagy valami irányított, hogy a hangomat hallja jobban, és nem a gumizajt. Minden esetre megyünk tovább, mindjárt kezdünk kapaszkodni itt. Jobb oldalon próbáltam én a drónomat reptetni legelőször, elég jó sikerrel, de persze, hogy sokat kellett még gyakorolni, hogy tudjak valamit vele is csinálni. Ott a háttérben látszanak a hegyek, a Lake Mead az jobb oldalon van, tehát tulajdonképpen mi a Lake Mead partján megyünk, az északi partján, és itt van jobb oldalon, láttad azt a kuppot,
tulajdonképpen az egy olyan kerek szikla, amit én egy más filmben mutattam nektek. Előttünk itt látszanak ezek a sedimentary deposits, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, ülepedékek, vagy itt is látszik, hogy elég sok vastartalmú a talaj egyes helyeken. Na és mindjárt aztán majd mutatok valami érdekesebb dolgot, egyelőre megyünk csak tovább, és nem sokára el fogunk érni egy érdekesebb helyre. Letérünk most balra a főútról, nem tudom mennyire lehetett hallani a hangom, mert ezek a gumik, amiket én vettem, ezek ilyen terepjáró gumik, és bizony az aszfalton elég zajosak. Itt valaki letette a camperját, úgy hívják ezt, hogy camper, és az út elég rossz, de megyünk tovább, úgy hívják, hogy Cardville Wash North, tehát egy ilyen mosás tulajdonképpen, úgy Cardville, mert itt közel van a Cardville Bay kikötő. Most le fogunk menni egy elég meredek helyen, de hát a jeepnek ez semmi, úgyhogy fogozkodj meg jól, és meglátod, hogy elég meredek, de hát úgy, ahogy mondtam neked, a jeepnek ez semmi, és betettem már a four-wheel drive-ot, tehát négy kerek meghajtással megyünk most, és bizony elég rossz az út. Hát ez vezetett az Anniversary Mine-hoz, ami úgy, ahogy mondtam neked, sajnos be van zárva, tehát nem lehet oda közel menni, mert kinyitották megint a bányát. Hogyha jól megnézzük, akkor azt mondja, hogy Muddy Mountains Wilderness, tehát Muddy Mountains a, hogy is mondjam neked, a sáros hegyek. Mud az sár. Na nézd meg, milyen gyönyörű kilátás van. Most én itt keresek egy valahogy egy bejáratot abba a kis kanyonba, ott bizony elég nehéz közlekedni a jeep-el, mert tényleg sok nagy szikla van, amiken át kell menni. Nem tudom, hogy sikerül-e bemenni, mert én mindig más helyről jártam, mentem be, de hát azért csodált ezeket a szép sziklákat, kérlek szépen, és majd meglátjuk. Ha sikerül bemenni, akkor érdekes dolgokat fogok neked filmezni. Ha pedig nem, hát akkor sajnos valamikor majd megállok, és akkor begyalogolok a kanyonba, és ott majd filmezni fogok, de az lehet, hogy csak tavaszkor. Úgyhogy ugye, hogy látod, az út elég rossz, de ugye, ahogy mondtam neked, a jeepnek ez itt érzi jól magát a jeep, amikor jól ráz. Hát persze, hogy én, mint a sofőr, engem annyira nem zavar, de ha valaki mellettem ül, bizony rosszul szokott lenni. Lássuk, hogy itt nem lehetne bemenni abba a kanyonba. Hát megpróbálok egyenlőre, kikapcsolom a kamerát, nézzük meg, hogy mi van ott. Na, Zotyó bácsi, azt hiszem, hogy beérünk a kis kanyonba valahogy. Itt nagyon érdekes dolgokat lehet találni, főleg ha az ember kapirgál, de türelem kell, ami nekem sajnos már nincs. De hát ez olyan keskeny, hogy én nem tudom, hogy itt be tudok-e menni, vagy nem. Meg sem tudnék fordulni. Azt hiszem, hogy megállok és megnézem, hogy lehet-e még tovább menni. Egy pillanat. Na, Zolikám, sajnos nagyon beragadtam itt egy kis kanyonba, de annyira, hogy nem lehetett sem megfordulni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, és valahogy aztán csak megfordultam, és úgy, ahogy látod, nagyon keskeny, és nem fogok tovább menni, hanem valahogy, ha sikerül innen kimenni, és megúszom szárazon, akkor majd megyek máshova, honnan lehet jobban dolgokat mutatni. Itt nagyon kínlódik az autó, mert sziklák vannak, elég éles sziklák. Persze, hogy nem tesz jót a gumiknak, de hát
hogyha már bejöttem ide, akkor ki is kell menni. Sajnos nem tudom reptetni ezt a jippet. Aztán ezek a bokrok is elég tüskések, úgyhogy jól megkarcolják az autót. Na most valahogy innen csak ki fogok menni. Egyelőre nem mutatok többet semmit, mert nem érdekes. Gratulálj, hogy mégis meg tudtam valahogy fordítani ezt az autót, és innen lassan-lassan kimászni. Ezt a kanyont fentről fogjuk látni, nagyon érdekes, és innen fogom majd reptetni a drónt. Ott előre látsz egy olyan kup alakú lerakodást, azt az anyagot mind a bányából hozták ki. Hát tulajdonképpen pont előre, hogy olyan 12 óra körül, tehát ahol van a kup, amellett volt egy bánya, én ott jártam. Sajnos akkor már a bánya be volt tömve, de bal oldalon egy olyan 2 óra körül be lehetett menni egy másik bányába, ami nem volt betömve, sőt teljesen nyitva volt, és be lehetett menni szépen, és gyönyörű szép gipszkristályokat lehetett találni. Tele van nekem otthon egy egész kis szekrény ezekkel a kristályokkal, és nem tudom, mennyire hallasz te engem, mert nagyon ráz a kocsi, meg zaj is van, de mindjárt elérünk egy ponthoz, ahonnan én többet kocsival nem megyek, mert már nem lehet menni, és akkor kiveszem a drónt, és repkedni fogom egy kicsit. Megyünk lefele, nem megyek teljesen le, mert ott az út el volt mosva, és azután pedig be is zárták ezt az utat, ami lement valamikor a kanyonba, itt bal oldalon, majd meglátod itt a kanyon. Itt már van egy pár turista, akik már le is parkoltak, és én is meg fogok állni, és majd reptetni fogok. Most már szem jól látod ezeket a lerakodásokat, a kuppokat, egy olyan rózsaszínű féle anyagból vannak, és azt hiszem, hogy én lennebb nem fogok menni, nem tudom, hogy meg lehet-e fordulnia, vagy nem. Hát megpróbálom, hogyha nem, akkor esetleg majd farolni fogok, vagy reptetem a jippet. Itt nagy szakadék van a bal oldalon, és azt hiszem, hogy mindjárt meg kell állni, tovább nem lehet menni. És több valószínű, hogy farolni kell majd. Hát igen, itt meg is állok, ott egy kis szakadék van, és azt hiszem, hogy tovább nem lehet menni, majd farolni kell visszafele, valahogy megállítom a kocsit. Na Zolikám, itt beragadtunk, nem lehetett tovább menni, megfordulni sem lehet, úgyhogy most lassan farolnom kell. A kanyon itt van bal oldalon, de én valahogy vigyázva gondolom, hogy kivezetem a kocsit, és nem esek be a szakadékba. És amikor a tetejére megyek ennek a hegynek itt jobb oldalon, akkor majd kiveszem a drónt, mert sokkal jobban fog látszani. Egyenlőre farolunk. Zolikám, kivettem a kis kamerát az autóból, és most megpróbálom neked megmutatni ezt a kanyont, hogy mégis, hogyha nem tudom beletenni a drón filmeket ebbe a kis filmbe, akkor legalább meg tudod látni, hogy mennyire mély, elég széles, és itt nagy vízmosások vannak, mikor esik az eső. Na, itt fogod látni ezeket a kuppokat. És hát körülbelül ennyi. A jeepem szerencsére nincsen megkarcolva. Az a réteg, amit rátettem, bizony segített. Semmi baj nincs a festéknek, úgyhogy hajrá! Szia! Nagy por lesz, ugye, hogy láttátok. Azt azért engedtem, hogy történjen meg, hogy mégis dramatikusabb legyen a
látvány, most a drón itt a kanyon felett van, mutatom ezeket a hegyeket, rétegeket, színeket, az a fehér szín, vagy világosabb szín, amit ti láttok ott az úton, az vulkanikus hamu. Itt jobb oldalon bejönnek a képernyőbe a kuppok, ezeket kibányázták, és ide kidobták az anyagot, ami nekik nem kellett. Ez is erodálva van, a bánya bal felén volt, azt már betömték, de jobb felől körülbelül olyan 4-5 órakor ottan van egy bánya, ami el volt hagyva, be lehetett menni, de most kinyitották, és be van zárva, nem lehet, tehát az út ne, és nem lehet oda többet bemenni sajnos. Hát ennyi. Na Zolikám, itt vagyunk egy helyen, úgy hívják, hogy Welcome to the Orcar Mine. Most éppen egy helikopter repül itt előttem. Mindenesetre itt is volt egy bánya, és nagyon érdekes ásványokat lehetne kiszedni, de sajnos a bánya be van tűnve, de azért csinálok egy panorámát ezekkel a gyönyörű hegyekkel itt előttem, és azután majd reptetni fogom a drónt. Nem tudom, hogy bemegyek a kanyonba, mert úgy, ahogy mondtam neked, ott valami nagyon erős elektromos zavarok vannak, és nem akarom elveszteni a drónt. Mindenesetre meg lehet csodálni ezeket a szép hegyeket. Jól erodáltak, tehát le vannak jól mosva, és mindjárt meg fogok állni. Itt sokat lövöldöztem, ma nagyon nem akarok lövöldözni, azért mert meg nagyon mérges vagyok, hogy nem sikerült itt nekem a dolog. Sajnos a jeepen pont előttünk van, ne haragudj, de tovább vannak hegyek, amiket érdemes lefilmezni. Persze itt a képernyőn a SZ6-os kamerában nem látok semmit, úgyhogy csak úgy körülbelül találgatom. Na, itt megállok, sziasztok, majd még bekapcsolom egyszer, mert látom, hogy az ellemem kezd kisülni. Szia! Na Zolikám, ki kell másszunk ezen a kis dombon. Ott van egy autó, az nem mert ide bemenni, mert ez túl meredek, túl veszélyes, de jeepnek semmi problémája nincsen. Egy hölgyike, nagyokat eszik, és most már befejezem, mert nagyon kevés ellen maradt. Hát, kedves Zolikám, mutatok itt még egy kanyont, itt ahol vannak ezek a vörös lerakodások. Most az SZ6-os kamerával csinálom egy kis panorámát, és itt van az út, ami Overtonbe megy, úgy, ahogy mondtam, most keletre néz a kamera tulajdonképpen, és ezzel a panorámával be is zárom ezt a kis filmet, azért, mert nagyon kevés ellen maradt, és nem akarlak túl sokat untatni. Mindjárt itt röptetem a drónt, és aztán megyek hazafele. Köszi, hogy megnézted ezt a kis filmet, üdvözöllek, minden jót, sziasztok, bye!